Valaha a szemetet gyűjtötte össze, most maga lett szemét ez a porszívó az oláréten. Van itt nájlonzsák, pálinkás üveg és petpalack palac is. Sokan gondolják úgy, hogy nem a lerakóba, hanem az erdő szélére viszik a hulladékot. Minimum 50 ezer forintot kockáztat vele a lusta szemetelő, mert ha elkapják, ekkora bírságot kap a közterületfelügyelőktől. Ilyenkor a közterületfelügyelők nem nagyon szoktak mérlegelni, ahol akit itt tetten érnek maximális 50 ezer forintos szokták kiszabni a helyszínen, mert ez nem az a fajta szabálytalanság, amikor mélegelési lehetőségünk lenne, nem kell mélegelni. A szemetelés, a szemetelés, ez egy, ez egy főben járó bűnnek tekintjük ezt sajnos. Térképen mutatjuk, hogy hol raknak le leggyakrabban illegálisan szemetet nyíregyházán. Ilyen helyi kisteleki szőlő, a huszárlakótelep, a keleti lakótelep és olárét. Emellett a bokortanyák szélén vannak illegális hulladéklerakók. Ha nem tudják tetten érni a szemet előtt, akkor is megkeresik. Ha nincs meg a tettenérés, akkor átvizsgálják a hulladékokat, a személyes iratokat keresve, illetve azra utaló nyomokat, hogy ki el a hulladékot. Ezt követően a társaságunk egy hivatalos felszólításban megkeresi az ügyfelet, hogy ezt a jogelens cselekményét szüntesse meg, tehát ki kell menni a helyszínre, eltakarítja a hulladékot, és nem elég, hogy elviszi onnan, hanem ezt egy mérlegi egyel igazolnia is kell társaságunk felé. Jelentősen nőtt az összegyűjtött illegális szemét mennyisége. A grafikonon látszik, hogy mi 2012-ben 140 tonnát, addig 2015-ben a dupláját 280 tonnát gyűjtöttek össze. A 12 éve működő úgynevezett hulladék kommandó tagjai azt mondják, nem a szemét lett több, hanem a felderítés hatékonyabb. Tavaly 8,5 millió forintot költöttek a takarításra.